akár Pancsova, Székelykeve vagy Hertelendi falváról, ahonnan mondjuk 30 kilométer, tesznek egy kirándulást. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, Budapesten a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT székházában tartott sajtótájékoztatón egy-két települést emelt ki azok közül, amelyeket a Határtalanul program keretében felkereshetnek az iskolás csoportok. A program 2011-es indulása óta már több mint 500 ezer magyarországi diák jutott el külhoni, magyar lakta területekre a programnak köszönhetően. A 2023-2024-es tanévben megvalósítandó kirándulásokra 2023. június 9-ig nyújthatják be pályázataikat elektronikus formában a NIR online felületén keresztül a lehetőséggel élni szándékozó osztályok. 4 milliárd forint keretösszegről beszélünk egy-egy utazócsoport, attól függően, hogy hányan vesznek ebben részt, milyen messze utaznak, hány napig vannak ott, attól függően 500 ezer forinttól 5 millió forintig terjedő összegű támogatásban reménykedhetnek. A programban 7-es osztályok vehetnek részt, akik legalább 2 éjszakás Románia, Szlovákia, Szerbia, Horvátország magyar lakta területeire tervezhetik meg tanulmányi kirándulásukat. A Határtalanul programba visszavezetik a pontozási rendszert. Ennek értelmében pluszpontot kap az a pályázó osztály, aki a Magyarság háza rendhagyó tanóráinak egyikén részt vesz, aki külhoni csoporttal közösen nem buszos kirándulást betervez programjai közé, és nem utolsó sorban, aki a felkészülő órák keretében használja a Határtalanul barangoló digitális tartalomtárat. Utóbbi az okos doboz, ami egy digitális taneszköz legújabb fejlesztése. Térkép alapú digitális felület, ahol a programban résztvevő pedagógusok és diákok adott célállomáshoz kapcsolódóan tudnak feladatokat megoldani, felkészülni rá, és a pedagógusok el tudják készíteni saját Határtalanul barangoló feladataikat is. Ezt az ingyenes digitális felületet pedig akár a kirándulás alkalmával is használhatják, hiszen telefonról, laptopról is elérhető a Határtalanul barangoló digitális tartalomtár.